jónak az ereje, ennek az Istennek az ereje, akit a kígyóval szimbolizáltak, ezt így még nem fogták föl. És abban a szóban is benne van, hogy szent, az is azzal kezdődik, hogy szöbetű, és benne van ugye az en, az az úr, és így alakult szerintem ki az maga az, hogy szent, ami azt jelenti, hogy a kígyó tette úrrá, tehát szenté, a kígyónak az ura. Ez hát egy nagy titok, és nem is tudom, hogy mikor teszem föl ezt a videót, hogy lássátok. Ezen még gondolkozok, hogy ilyen titkokat meddig fogok tálalni nektek. És hogy tudjátok ezt fölfogni. Nem-e inkább egy könyvbe írom, amit majd meg lehet venni, mint hogy ilyen ingyenes videók, amit talán nincsenek értékelve. Hát de eljut ez a videó azokhoz, akikhez el kell, hogy jusson, és köszönöm, hogy velem tartotok. Lájkoljatok, osszatok. Köszönöm, hogy megnéztetek. Minden jót! Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket. Most arról szeretnék beszélni, hogy úgy tűnik, hogy a magyarban mindent úgy mondunk, ahogy gondoljuk, és a többi nyelvben, mint hogyha fordítva lenne minden, ezért is mondjuk, hogy fordítani, tehát ha tolmácsolunk, hogyha az idegen nyelvből a magyarba fordítunk, akkor mint hogyha meg kéne fordítani azt a szót. De úgy tűnik, hogy az idegen nyelvek között is fordítgatnak. De most itt egy például magyar és angol, a mine, az az enyém, és úgy tűnik, mintha ez fordítva írva lenne, hogy enyém, 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 enyém. Ez csak egy példa. De most nézzük meg például német és angol. Angol azt mondja, hogy with, az azt jelenti, hogy valvel, és német mit, azt mondja. Úgy tűnik, mintha ezt a V betűt csak megfordították volna, és M lett belőle. Itt is ugyanúgy a Taua, az a torony, németül Turm, és itt ugyanúgy a V átfordult M-mé. A kocsi, angolul car, németül a carre, az a tolókocsi, amit tolnak, ez a carre. És itt egy R betű eltűnt, ez az E hozzájött, a C az végül is a K, mert hogyha ide teszünk egy vonalat, akkor K lesz belőle. Tehát ez is ilyen fordított, illetve itt egy kicsit lespórolt variáció. A flower az a virág, és németül blume. Itt ugyanúgy a VM átfordult, furán, furcsa mód. Na most úgy tűnik, hogy egyszerűen megcserélődnek ezek a magánhangzók, és a mással hangzók is valahogy egyel, mint hogyha mennének tovább, illetve a B és F az majdnem ugyanúgy néz ki. Angolul table, az asztal, és németül tafel, a régebbi kifejezésben a tábla, tulajdonképpen, az az asztal. Na most van egy férfi, aki előadást tartott ezekről, a Mario Prass, és ő azt fedezte föl, hogy Leonardo da Vinci is tükörírással írt, mint hogyha azt akarná mondani nekünk, hogy mindent nézzél meg a tükörbe is, mert tulajdonképpen ott van a valóság.
és a festményeibe is elrejtett képeket, amit csak tükrözve látunk. Hogyha egy bizonyos pontnál tükrözzük a képet, akkor bizonyos furcsa földön kívüli lényeket látunk, amiket elrejtett Leonardo da Vinci mindenféle festményébe. Martin Luther azt mondta, hogy ő csak megtisztította azt a tükröt, ami el volt sötétülve és elromlott, amikor a Bibliát lefordította. Mesében a hófehérke és héttörpébe és a tükör mondja meg az igazat. Tehát, minthogyha mindent meg kéne fordítanunk, mintha minden pont fordítva lenne. A Matrixba Neo, amikor kikerült a Matrixból, és akkor tulajdonképpen egy tükör mellé ültették, és megfogta a kezével a tükröt, és észrevette, hogy ilyen ragacsos, és utána ez a tükörőt beszívta, és utána került ki ebből a Matrixból. Tehát a valóság tulajdonképpen mindennek a fordítottja, úgy tűnik. A mitológiába Medúzát csak a tükrön keresztül lehetett látni. Tehát itt is benne van a tükör. Bibliában van egy olyan mondat, hogy jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz a jó, és jó a rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség a világosság, és a világosság a sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Tehát itt is arra utalnak, hogy tulajdonképpen vannak olyanok, akik mindent megfordítják,